Az elmúlt időszakban mindössze néhány nap alatt négy gyilkosság történt, de nem csak ezek a gyilkosságok borzolták a kedélyeket, hanem az elmúlt időszakban azt is megtudtuk, hogy a külföldi állampolgárságú embercsempészeket, méghozzá több száz külföldi bűnözőt, egyszerűen a kormányzat utasítására kiengedtek a börtönökből, és emellett pedig rengeteg olyan kisebb súlyú bűncselekmény, garázdaság, és egyszerűen a, beilleszkedéssel küszködő emberek alapvető társadalmi normákat be nem tartó rétege miatt kialakult az emberekben egy olyan képzet, vagy egy olyan álláspont, hogy szubjektív biztonságérzet, deficit van az országban. Emiatt a Mi Hazánk Mozgalom augusztus 29-én Budapesten a Fővárosi Büntetésvégrehajtási Intézet úgynevezett Venyige utcai, vagy még inkább Maglódi úti börtön előtt fog demonstrálni partner szervezeteinkkel, és konkrét céljaink vannak, konkrét követeléseink vannak. Tehát egyrészt a büntető törvénykönyv szigorítását követeljük, és emellett pedig, tehát szigorúbb, keményebb büntetések mellett, pedig többek között a biztonsági őrök számára is védelmet szeretnénk. Ez az esetükben konkrétan azt jelenti, hogy szolgálat teljesítés közben azt szeretnénk, hogy a biztonsági őrök is közfeladatot ellátó személyekké minősülnének, hiszen látjuk, hogy egyre több támadást kell valahogy hárítaniuk, de hát ugye nagyon kevés eszköz áll a rendelkezésükre. Emellett azt gondoljuk, hogy ahelyett, hogy külföldi bűnözőket kiengednének a börtönökből, arra hivatkozva, hogy nincs elég férőhely, a Mi Hazánk Mozgalom nagyon régi programpontját ajánljuk a kormány figyelmébe, ez pedig a bérraptartásról szól. Számos európai példa van erre, magában az Európai Unióban is van példa a bérraptartásra. Hogyha éppen Szibériában nem tudunk küldeni, rabokat, akkor egészen biztosan vannak olyan afrikai országok, amelyekkel lehetne kormányközi megállapodásokat kötni, mint ahogy a brit kormány kötött a ruandai kormányon illegális migránsok odaszállításáról biztos, hogy jobb megoldás lenne, mint bűnözőket szabadon hagyni. Nem csak az embercsempészek esetében mondhatjuk el ezt, hanem mindenki tapasztalja Magyarországon, hogy tipikus, akár életvitelszerűen egész életükben bűnözésből élő emberek szabadlábon vannak, köztünk járnak, ennek két oka van, nem működnek megfelelően a törvények, nem működik megfelelően az igazságügyi rendszer, és a politikai akarat pedig a 90-es évek óta szőnyeg alá olyan problémákat, mint például azt a rendőr szakmai kifejezést, mint a cigánybűnözés, amely a 70-es, 80-as és 90-es években is még a sajtó média által is használt fogalom volt. Mi azt gondoljuk, hogy társadalmi vitát kellene erről indítani, erről is fog szólni a keddi demonstrációnk. Ráadásul a cigánybűnözés áldozatai a legtöbb esetben maguk is cigányok. Tehát ez nem a cigányság ellen irányul, hanem egy olyan bűnelkövetési forma, egy olyan szociokulturális jelenség ellen, amelynek a megoldása egyrészt rendőrszakmai kérdés, másrészt pedig például a cigánypolitikusok, vagy úgynevezett roma jogvédőknek is meg kellene szólalni, és megoldásokat kellene találni. Ezért hívunk mindenkit augusztus 29-én erre a demonstrációra Budapestre, ahogy mondtam, a Fővárosi Végrehajtási Intézet Venyige utcai vagy Maglódi úti börtön elé.